Már csak egy hónap van hátra a nyári vakációig. Azoknak a diákoknak, akik a nyári szünet idejére szeretnének maguknak biztos munkát, érdemes minél előbb betérni valamelyik győri iskola szövetkezethez, hiszen hamar betelnek az üres helyek. A szövetkezetek egészében biztosítanak munkalehetőséget a 16 éven felülieknek, de a nyári időszakban szinte a duplájára nő a diák munkások száma. Általában a tanulmányi időszakban olyan 1400-1500 diákot foglalkoztatunk folyamatosan évközben is, a nyári időszakban ez elég jelentősen megugrik, és akár 2500 fő fölé is mehet a foglalkoztatottak száma. Győrben több iskola szövetkezet közül is válogathatnak a diákok. A szezon elején még számos munkalehetőség közül válogathatnak azok, akik munkát keresnek a nyárra. Főleg csomagolás, összeszerelés, műanyagipari munkák, tehát ilyen kis apró kütyük összeszerelése, szórólapozás, forgalomszámlálás, tehát ilyen jellegű munkáink vannak. A minimális kereslet óránként 564 forint, de vannak olyan területek, ahol ennek a többszörösét is meg lehet keresni. A kereseti korlát ugye az alsó korlát a minimálbérnek az órabére, tehát 564 forintot óránként mindenképpen ki kell fizetnünk a diákoknak, ennél kevesebbet nem kereshetnek. Ugye a havi kereset attól függ, hogy egy adott hónapban mennyi munkát vállalnak, illetve mi mennyit biztosíthatunk nekik, ez nyilván függ a megbízóinktól is. Felső határként egy érdekességet mondok, most nemrégiben adtunk ajánlatot egy kastélynak, egy magyarországi kastélynak, ahol egy másfél órás idegen nyelvű idegenvezetéssel 2550 forintot kereshet a diák, de ha még jelmezbe is öltözik, ez hozzájön még plusz 3000 forint, tehát másfél óra alatt 5500 forintot kereshet. Ha valaki még nem regisztrált egyik iskola szövetkezetnél sem, jó, ha felkészülten érkezik az irodába, s nála vannak a szükséges iratok. Ahhoz, hogy a regisztráció sikeres legyen, személyigazolványra, lakcímkártyára, tajszámra, adóazonosítóra, bankszámlaszámra, érvényes diákigazolványra és iskolalátogatási papírra van szükség.